Sziasztok, a nevem Tóth Albert, és ezzel a videóval szeretném elindítani az új videós sorozatomat, ami zenefelvétellel, zeneszerzéssel és zenekeveréssel fog foglalkozni. Azoknak a kezdő zenészeknek szeretnék segíteni, akik szeretnének otthon jó minőségű házi demókat készíteni, de nem tudják, hogy hogyan kell, illetve azoknak szeretnék segíteni, akik szeretnének elkezdeni zenét szerezni, de még nem tudják, hogy merre induljanak el. Az első videó a gitárfelvétellel fog foglalkozni, úgyhogy kezdjünk is bele. Mire kell figyelni a gitárfelvételnél? Elsősorban mindig cseréljük le a húrokat, mindig használjunk új húrokat a gitárfelvételnél. Ez azért fontos, mert a régi húroknak már nincs meg az a fémes, fényes hangzása, mint egy új húrnak, illetve a régi húrok nem tartják úgy meg a hangolást, mint egy új húr. Zenekeverésnél is nagyon fontos, hogy új húrral legyen felvéve a gitár, mert sokkal jobban kitűnik majd ezáltal a mixből. Második fontos tényező, amire figyelnünk kell, az maga a gain staging. Ez azt jelenti, hogy meg kell határoznunk, hogy mekkora jellel szeretnénk felvenni magát a hangszert. Fontos figyelni rá, hogy ne legyen túl nagy a bemeneti jel, ugyanis hogyha túl nagy a jel, akkor torzulni fog a hang. Hogyha olyan a hangkártyátok, mint nekem, például a Focusrite típusú, akkor azt egy ilyen ledes indikátorral is jelzi nektek, hogy mekkora a jelnek a nagysága. Zölden világít, hogyha még jó, pirosan, hogyha pedig rossz. Ha esetleg nem ilyen típusú a hangkártyátok, vagy nem jelzi egy ilyen ledes indikátorral, akkor meg fogom nektek mutatni, hogy a Digital Audio Workstation-on belül hogyan tudjátok leellenőrizni magát, hogy mekkora a bemeneti jel. A harmadik dolog, amire fontos figyelni, az a földhurok, illetve földelés. Hogyha esetleg a lakásokban rossz a földelés, vagy a számítógép, amin keresztül majd felveszed magát a gitárt, vagy bármi a hangszert, arra a táp forrásra van rácsatlakozva, amire nagyon sok más elektronikus eszköz is rá van dugva, akkor előfordulhat az az úgynevezett földhurok, ami miatt az audio jelben ilyen búgás-zúgás fog megjelenni, ami sajnos utólag nem fog tudni sehogy se kiküszöbölni. Erre két lehetőség van, vagy megoldjátok a lakáson belül a földelési problémát, vagy beszerzel egy úgynevezett Hum Removal nevű eszközt, ezt ilyen 8-9 ezer forintért már lehet kapni, nekem például egy ilyen Behringer típusú van, ez így rögtön meg is oldja ezt a földhurok problémát. A leírásba bele is raktam, hogy nekem milyen típusú van és hol tudjátok beszerezni, hogyha valakit érdekel. Negyedik fontos dolog, amire fontos figyelni, az a latency. A latency az azt jelenti, hogy miután megszólaltad a hangszert, mennyi idő alatt jut el a számítógépen keresztül a hangszóróba vagy a fülhallgatóba, tehát mennyi idő alatt fogod te meghallani. Fontos, hogy a latency az minél alacsonyabb legyen. Én azt javaslom, hogy ilyen 3-4 maximum 5 millisekundumnál ne legyen nagyobb, mert ha ennél nagyobb a latency, akkor sajnos nagyon nehéz pontos felvételeket készíteni. Meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok a latency-t beállítani a Digital Audio Workstation-on belül. Hogyha esetleg olyan a hangkártyátok, hogy van rajta direct monitoring lehetőség, akkor viszont ezzel nem kell foglalkoznatok, ugyanis hogyha bekapcsoljátok azt a funkciót, akkor nulla latency-vel, zero latency-vel tudtok felvenni bármi a hangszert. Akkor nézzük is meg, hogyan néz ki ez a gyakorlatban. Na, én már fel is állítottam egy ilyen mixing template-et, az elkövetkezendő videókban majd ezt fogjuk használni. Akkor, mint mondtam, ugye négy dologra kell figyelnünk, elsősorban az új húrra, hát erre most nem tudok példát mutatni. Létezzük fel, hogy új húrok vannak a gitárjainkon, akkor a következő, amit ugye be kell állítanunk, az maga a gain staging. Ezt úgy tudjátok beállítani, hogy először, amikor megnyitjátok magát a Studio One-t, rámentek arra, hogy track, add track, kiválasztjátok, hogy hány darab tracket szeretnétek létrehozni. Én alapból kettőt szoktam létrehozni, mert amikor gitárt veszünk fel, és hogyha a stereo képet szeretnénk kapni majd a mixben, akkor fel kell vennünk egy jobb, illetve bal oldalt is. Tehát ezért kell kettő gitársávot létrehoznunk. Mikor létrejött a két gitársávunk? Tehát, ha megnézitek, van egy ilyen felirat, hogy in. Azzal tudjátok kiválasztani, hogy
melyik bemeneti oldalról szeretnétek felvenni a gitárt. Tehát, hogyha olyan hangkártyátok van, hogy több bemeneti opció is van rajta, akkor itt tudjátok kiválasztani. Nekem most elméletileg a left channel játszik, és hogyha rámenjünk erre a hangszóró monitor elnevezési gombra, akkor elméletileg hallani fogjuk magát a gitárt. Így van, halljuk is, tök fasza. Akkor ezzel most be tudjuk lőni, hogy mekkora jelet szeretnénk magunknak kapni. Ahogy állítom a hangkártyámon a gain gombot, úgy fog lőni maga a jel is. Most látjátok, hogy itt most már elkezdett belemenni a piros jelbe. Ez már azt jelenti, hogy túl nagy a jel. Tehát visszább kell vennünk. És fontos, mikor állítjátok be a gént, akkor mindig palmon nyújtoljatok, mert a tompításnál sokkal nagyobb jel keletkezik, mint egy alappengetésnél. Tehát, hogyha a tompításkor nem fog beklippelni maga a jel, akkor vagyunk jók. Még kicsit visszaveszek. Most faszak. Beállítottuk a gain staging-et. Jó. Utána a következő dolog, amit be kell állítanunk, ugye a latency. Azt a Studio One-on belül úgy találjuk meg, hogy felmenjünk ide a fejlészbe, Studio One, Options. És azon belül van a Audio Setup, Audio Device. És itt, mint látjátok, nekünk ami fontos, az a Device Block Size. Azzal tudjuk meghatározni, hogy mennyi legyen az input, illetve az output latency. Minden kisebb a device block size, annál alacsonyabb lesz a latency. Most nálam azért van 9 millisekundomra beállítva, mert igazából én most a direct monitoringot használom, tehát nálam igazából ez lényegtelen. De hogyha beállítjátok ilyen 100, ilyen 88 körülire, akkor fogtok kapni ilyen 4-5 millisekundomat. Viszont ez eléggé processzor igényes művelet, tehát nem biztos, hogy fogja bírni a processzorotok. Ezt onnan fogjátok észrevenni, hogyha nem bírja a processzor, akkor egy ilyen recsegő, ropogó hangot fogtok folyamatosan hallani. Tehát annál akkor folyamatosan ugye emelgetni kell majd a device block size-t, hogy addig, amíg meg nem szűnik ez a recsegő, ropogó hang. Hogyha ezt is beállítottuk, akkor mehet maga a felvétel. A Studio One-on belül úgy tudjuk bekapcsolni a metronómot, hogy lejövünk ide alulra, és rámegyünk erre a háromszög ikonra, vagy megnyomjuk magát a C gombot. És ilyenkor már be is kapcsol a metronóm, és mehet a felvétel. És arra is figyeljetek, hogy az adott sávon mindig be legyen kapcsolva a record gomb, mert addig nem fog felvételre kerülni az adott téma. Látjátok, van egy szép jelünk, amin be is került a progiba. Most én itt a felvétel előtt felvettem egy riffet előre, nem akartam bénáskodni itt a videón keresztül megrabolni másik az idejét, úgyhogy most hallgassuk is meg, hogy ez hogyan szól. Double trackingbe. Mikor sikerült felvennem a témát, amit szerettem volna, azt úgy szoktam ellenőrizni, hogy kijelöljön itt a témát, és rámegyek itt alul a loopra. És megnézem azt, hogy loopban van a téma. Tehát, hogyha elkezdem lejátszani, és hogyha folyamatosan szakadás nélkül ismétlődik maga a téma, akkor az azt jelenti, hogy pontosan van feljátszva. Az elvileg most pontosan van feljátszva, viszont ha észrevettétek, akkor a track végén van egy ilyen pattogó hang. Ez azért van, mert nincs a végén úgynevezett crossfade. A crossfade az azt jelenti, hogyha bemásoljátok mögé ugyanazt a témát, akkor a crossfade segítségével létrejön a két ték között egy ilyen átfedés,
audio árfelé, és hogyha megnyomjátok az X-et. Tehát ki kell jelölni a két témát, és megnyomol az X-et, akkor a program magától létrehoz egy ilyen crossfade-et, amivel kiküszöbölődik ez a probléma. Tehát így néz ki egy kétsávos gitárfelvétel, és így a videó lezárása képen hallgassuk meg, hogy hogyan is szól a mixben. Nagyjából ennyit szerettem volna ebben az első videóban elmondani. Legközelebb jövő héten találkozunk, és remélem tetszett a videó. Hogyha tetszett, pörgess ki egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra, mert hamarosan új tippekkel jövök. Hello!